Sziasztok! Jöjjön egy hihetetlenül izgalmas, szívszorító, borzalmas, brutális, kegyetlen, nagyon durva, hátborzongató és eszméletlenül zseniálisan kidolgozott történet Rachel Abbottól. Sziasztok! Újra itt vagyok, és most az előző jellemzők alapján felsorolt könyvről szeretnék nektek beszélni, ez pedig Rachel Abbott Aludj Jól című kötete. A pszichotrillerekkel ugye úgymond ismerkedő stádiumban vagyok, és olvastam eddig azt hiszem 3-at, az első ugye a Zárt ajtók mögött volt, utána volt még egy a Hohenmer, meg John Nesbo-tól volt még egy a Vér a havon, de az szerintem valami más volt. És most van az Aludj Jól Rachel Abbottól, és most úgy érzem, hogy Rachel Abbott fan lettem, mert ahogy ez a nő leírja, ahogy a történet megíródott, és az egész annyira izgalmas, pergő, hatásos, és figyelemfelkeltő és az izgalmat fokozó, az hihetetlen. De mielőtt túl sokat mondanék, kezdjük először is a történettel. A történet onnan indul, hogy Olivia bejelenti a gyerekeinek az eltűnését, és a gyerekeket elvitte a férj. A rendőrség elkezd nyomozni, és kicsit furcsálják az esetet, de a gyerekek előkerültek, a férj pedig úgy magyarázza meg, hogy Olivia rosszul emlékezett az egészre. Utána eltelik bizonyos év, és utána megint eltűnik valaki a Bruce családból, de ez most nem a gyerekek, hanem Olivia és a gyerekek. Végülis a gyerekek is, na mindegy. Szóval Olivia és a gyerekek eltűnnek, és nagyon különös körülmények között, és valami nagyon nincsen rendben Roberttel, a férjel, amit a rendőrök is észrevesznek. Először is a nő folyamatos felügyelet alatt van. Robert bekamerázta az egész lakást. Vérfoltok vannak mindenhol. Oliviáról és a gyerekekről nincs kép, se felvétel. Az a nő, aki elment nyaralni Olivia nevén, az nem Olivia. A férj hazajön az eltűnés napján, azt állítja, hogy nem volt otthon, aztán pedig elhalt. Olivia szülei nagyon bizarr körülmények között meghaltak, és egyik napról a másikra, és ez már lehet a 8., eltűnt a volt férje. Tehát most vagy Olivia bűnös, és csak úgy meglépett, és Robert egy csapdába csalta, vagy valami sokkal bonyolultabbról és összetettebbről van szó, amit se Olivia, se a rendőrök, se pedig Robert nem tud. Ja, és a rendőrök azt se tudják, hogy hogy néz ki Olivia, vagyis valójában kit is kéne keresniük. A történet nagyon bizarr, nagyon érdekes, és egy idő után már az ember nem tudja, hogy mi van. Amikor én már azt hittem, mit tudom én így a 150. oldalon, hogy ó, biztos ez volt. És így lapozok 30-at ugye a történetben, 30 oldal után, húha, na jó, ez így nem lehetett. Aztán megint lapozunk 20-at, és hát most már végképp nem. Szóval a történettel kapcsolatban egy bizonyos ponton elveszti az ember a fonalat. És az sem könnyíti meg az olvasónak a dolgát, hogy ugye több szálon megy az egész. Először is látjuk Oliviát, aztán látjuk Robertet, aztán látjuk a rendőröket. És az a lényeg, hogy amikor az olvasó tud egy bizonyos dolgot, amit mondjuk Olivia szemszögéből vagy Robert szemszögéből kiderített, aztán azt mondja, hogy oké, ez így rendben van, ez így minden oké, de aztán jönnek a rendőrök szemszöge, amikor Tom meg Becky folytatják a nyomozást, és jön valami, amit ők derítenek ki, és de akkor ez itt most mi? Szóval egyszerűen hihetetlenül jól össze van dolgozva az egész, olyan aprólékosan kidolgozva, hogy Rachel Abbott a kedvenc íróim közé került. Hihetetlenül, pedig ez egy nagyon brutál, durva, nagyon kegyetlen és nagyon nagyon különös történet, de az a részletesség, az a pontosság, mindenre odafigyelés, például tej, aztán a virág az asztalon, vagy a ruha, vagy a haj, név, sziget, sündisznók, vagy a DNS. Egyszerűen a DNS nálam kiverte a biztosítékot, hogy ez mennyire zseniális és odafigyelt húzás volt Oliviáitól. Hihetetlen. Úgyhogy az a DNS-es rész az így le a kalappal. Ezt nagyon-nagyon brilliánsan kitalálta az írónő. Ezt a könyvet írtó sokáig mondhatnám nektek, hogy hihetetlenül furcsa, groteszt, rettenetes, borzalmas, ami benne van, ugyanakkor annyira izgalmas, energikus, és annyi minden van benne, hogy így letehetetlen. Nem tudom, remélem ennek a nőnek van másik magyarul megjelent kötete. Az első dolgom mindjárt az lesz, hogy olyan rákeresett, mert nagyon-nagyon zseniálisan és nagyon brutálisan lett megírva. Minden szörnyűség ellenére természetesen, ami benne van, hihetetlen kötet.
Én pedig gyorsan most csak ennyi lettem volna, szerettem volna ezt mind elmondani nektek. Legközelebb most már tényleg jövök egy menőkönyves 36 kérdéses videóval, amire már nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, mert az egy kicsit másabb és sokkal interaktívabb lesz, mint ez a videó, de remélem, hogy tetszeni fog nektek az is. Akit pedig érdekel, tényleg nézzetek utána, jönnek. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok és már néztétek ezt a videót, hamarosan újra jelentkezek. Addig is, sziasztok, Hiasz voltam!